Következő kérdés így hangzik, tisztelt Hitrádió, keresztényként mennyire szerencsés részt vennünk a városunk, országunk társadalmi életében? A Bibliában azt olvassuk, hogy igyekezzünk a város jólétén, mert az a mi jólétünk is. Ez a szorgalmas munkára vonatkozik, vagy arra is, hogy aktívan befolyásoljuk a közéletet? Köszönöm a választ. Hát a rövid válasz az, hogyha a közéleti szerepvállalással ezt be tudjuk pozitívan folyásolni a városnak a jólétét, akkor igen. Tehát egyébként ugye amire utal a kérdező, az a Jeremiás 29-ben található levél, amit Jeremiás próféta intézett a éppen Babilonba nem olyan régóta megérkezett zsidókhoz. Ugye ez tartalmazza Jeremiásnak a programját tulajdonképpen, és ennek ugye azért volt jelentősége az ott élő zsidók számára, mert hogyha belegondolunk, akkor az azt megelőző 1500 évben, nagyjából 1500 évben a zsidóság önálló államisággal rendelkezett, ugye Egyiptomból való kijövetel után, és számukra egy idegen élmény volt az, hogy egy idegen hatalom elnyomása alatt kell élni, kell megélni a hitüket, a hitéletüket, és ezzel kapcsolatosan igazából a Tórában se volt közvetlen útmutatás, hanem ugye a Tóra az utalt arra, hogy a bűnnek lesz olyan következménye a zsidóság életére vonatkozóan, hogy elveszítik a földjüket, elveszítik az államiságukat, de azért olyan útmutatás nincs a Tórában, hogy na akkor, és hogyha ez bekövetkezik, akkor mit kell csinálni. Uh-huh. És erre adta Jeremiás ezt a programot, amit a hallgató is idéz, hogy igyekezzetek a városnak a jólétén, ahová Isten elküld benneteket. És ez ugye azért érdekes ez a program, ezen gondolkoztam, mert ugye nem kevesebbet állít itt ez a levél, mint hogy a zsidóság Istennel való szövetség miatt egy különleges viszonyban áll Istennel, és arra szólítja föl ezeket a foglyokat Isten, hogy ebből a szövetségből származó, az Istennel való kapcsolatból származó áldásokat osszák meg a közösséggel is. Uh-huh. Tehát, hogy járuljanak ahhoz hozzá, hogy az az áldás, az a kegyelem, az a plusz, amit ők, mint Isten szövetséges népe kapnak, ez elérhető legyen az őket befogadó közösség számára is. És ez azért érdekes, mert tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, akkor mi keresztények, mi is egy picit a zsidósághoz hasonló állapotban vagyunk. Igazából a Jézus Krisztusban hívő és Jézus Krisztus követő kereszténység az mindig is kisebbségi létben volt, mindig is mondjuk így diaszpórában volt. És épp úgy, ahogy a zsidóságnak igazából az életére vonatkozóan ez a Jeremiási program, ez egy B-terv, ugyanúgy a keresztények életében is Istennek a tökéletes akarata, majd az Isten országának az eljövetele. Tehát addig pedig ez az idéglenes terv van érvényben, hogy nekünk is az Isten személyével, Jézus Krisztuson keresztül tartott kapcsolatból származó plusz áldásokkal áldjuk meg azt a közösséget, azt a nemzetet, azt a várost, azt a helyet, ahol éppen lakunk és élünk. És ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, ha belegondolunk. Igen, és azon gondolkodom, hogy ezt hogy tudjuk lefordítani mai viszonylatokra, mondjuk akár, ha példát mondunk, tehát, hogy engem, mint keresztény embert megáld az Úr, ezt hogy tudom az én nemzetemnek, városomnak továbbítani, vagy mi az a szituáció, amiben ezt el tudod, vagy meg tudod fogalmazni, mint példát? Hát mondok egy példát, amit nem olyan régen hallottam, és nagyon szíven ütött. Ugye Bécs történetében a 17. században volt egy nehéz időszak, amikor a törökök fenyegették erőteljesen a várost, és ezt úgy nem nagyon szokták tudni, de egy zsidó ember, egy Samuel Oppenheimer nevű, egyébként nagyon-nagyon tehetős embernek a pénzügyi segítsége volt az, ami nélkül, azt mondják történészek, nem nagyon lehetett volna megoldani a török megállítását. Például ez egy jó példa a történelemből ezzel kapcsolatosan, de én itt arra gondolok, hogy keresztények, ugye, hogy ezt Izraelben is lehet látni, hogy rengeteg olyan technológiai újdonság gyógyszeriparban, különböző felfedezések, felismerések, amik vannak, ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy az embereknek az életminőségét például a Földön lehessen javítani. És én azt gondolom, hogy Isten arra hívott el bennünket, keresztényeket, még amellett, hogy természetesen az evangéliumot hirdessük és készüljünk az Úr visszajövetelére, hogy az Istennel való közösségből olyan áldásokat vegyünk ki, vegyünk át, amik révén hozzá tudunk ahhoz segíteni, hogy ez a világ jobb hely legyen.
hogy emberek számára akár az egészségügy terén, akár az oktatás területén, vagy az életnek bármely más területén áldást tudjunk lenni, és áldást tudjunk közvetíteni.